Az országgyűlési képviselő jelöltekre, pártlistára és ezzel együtt a népszavazás kapcsán feltett kérdésekben is véleményt nyilváníthatnak majd a választásra jogosult állampolgárok a Borsodaboy Zemplén megye 5 számú egyéni választókerületben. Ezek mellett, aki jogosult arra, a nemzetiségi választás kapcsán is voksolhat. Április harmadikai választásokon a választópolgárok reggel 6 órától látogathatják meg a szavazóhelységeket, és ezt mindezt megtehetik este 7 óráig. Aki este 7 óráig nem ér oda, az érvényesen már nem szavazhat, tekintettel arra, hogy este 7 órakor be fognak zárni a szavazóhelységek, és elkezdődik a szavazatszámlálás. Érvényesen úgy lehet szavazni, a szavazólapokon lesz egy kör, amiben egy X-et kell tenni, vagy egy plusz élet. Egy a fontos, hogy a kör kerületén belül, vagy a kör vonalát érintve két egymás metsző vonal szerepeljen, ez az érvényes szavazat, és egy szavazólapon csak egy érvényes szavazat lehet, tehát a két három x-et is tesz, az érvénytelen lesz az a szavazat. Ahhoz, hogy valaki ezt megtehesse, ezt megelőzően érvényes, arcképes igazolványjal kell igazolnia a személyét. Akinek 2020. március 10-e vagy az előtt érvénytelen lett a személyigazolványa, akkor ő nem szavazhat akinek viszont március 11-e, vagy azután lett érv, vált érvénytelenni az okmánya, ott nincs akadálya annak, hogy szavazzon. Akinek ott derül ki a helyszínen, hogy nincs érvényes okmánya, annak lehetősége van a kormányablakban ezt megújítani. A kormányablak rendkívül nyitvatartással vasárnap Reggel héttől este hétig nyitva tart, kizárólag a személyes okmányokkal kapcsolatos problémák, a választással kapcsolatos problémák megoldása érdekében. A választással kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Nemzeti Választási Iroda honlapján is.